2022 rengeteg változáshoz az, az F-1 autók kialakításában, így a csapatoknak gyakorlatilag nulláról kell kezdeni az évet. Bár a szabályalkotók célja a módosításokkal egy szorosabb verseny elérése volt, de az ilyen évek tipikusan magukban rejtik annak az esélyét, hogy valaki talál egy olyan megoldást, amire senki más nem gondolt, és hatalmas előnnyel behúzza az évet, ha a többiek nem kapnak hamar észbe. Sziasztok, én Ádám vagyok, és a mai Forma egyszer egy videóban három szemszögből közelítve eredünk a leghamarabb megnyert VB címek nyomába, majd végül összesített bajnokat is hirdetünk. Tartsatok velem! Ha valaki azt mondja, hogy a leghamarabb, akkor kézenfekvő, hogy mindenki a naptára gondol, így hát az első kategóriánk nem más, mint a naptári dátum szerint leghamarabb behúzott VB címek. Nyilván ebben a kategóriában elég nagy előnyel indulnak azok az évek, amikben már szeptemberben véget ért a bajnokság, azokkal szemben, amik decemberig tartottak, de ez már csak ilyen, nem lehet mindig minden tökéletesen igazságos. Kezdjük hátulról a sort, a Forma 1 eddigi történetének 72 éve során három olyan év volt, ahol csak decemberben derült ki a világbajnok, így sajnos ebben a kategóriában nem igazán rúg labdába az 59-es, 62-es és 2021-es szezon. 10 alkalommal hirdettek bajnokot novemberben, vegyünk hát tőlük is könnyes búcsút a top listán. 32 versenyző ülhetett le a világbajnoki trónra októberben, de még ők is messze voltak ennek a listának az élmezőnyétől. 15 szeptemberi bajnokavatás volt itt, már kezd melegedni a pite. 10 augusztusi bajnokavatást élhettek át, akik elég régóta élnek, és ezzel be is ficcentünk a top 10-be. A 12. helyezett Mihály Schumacher 2004. augusztus 29-ei sikere. 11. lett Alberto Ascari 1953. augusztus 23-ai bajnoki címe. 10. Juan Manuel Fangio 54. augusztus 22-vel. 9. ismét Schumacher 2001. augusztus 19 el 8. Nigel Mansell 92. augusztus 16-ai bajnoki avatása. 7. Jackie Stewart 71. augusztus 15-tel, 6. Jack Brabham 60 augusztus 14-i címe, 5. Juan Manuel Fangio 57-ben augusztus 4- napján győzedelmeskedett, 4. helyen 52. augusztus 3-ai bajnokságával Alberto Ascari éppen hogy lecsúszott a dobogóról, aminek a 3. fokán Jim Clark foglal helyet, augusztus első napjával, az 1965-ös címével. És innen már látszik, hogy a dobogó két legfelső foka bizony a hetedik hónapban megszerzett bajnoki címeké. A második helyen ismét Mihály Schumacher található, ő 2002-ben július 21-én szerzett bajnoki címet, míg a kategória győztese nem más, mint 1955 bajnoka, július 16-ai sikerével Juan Manuel Fangio. Következő kategóriánk ismét nem a legegyenlőbb megközelítés, de ez a sport nem is az egyenlő esélyekről szól. Van egyáltalán olyan sport? Na mindegy. Ezen a listán azt vesszük sorra, hogy ki hány futammal a végelőtt előtt emelhette levegőbe a virtuális vagy valós bajnoki serleget, éppen attól függően, hogy mikor adták át. Ez a sorrend azért nem túl fair, mert nyilván jóval könnyebb behúzni három futammal a vége előtt egy bajnokságot, ha 22 futam van, Mintha csak 7, de ez megint csak mindenkinek az egyéni problémája. 30 olyan szezon volt, ahol az utolsó futamon dölt el a bajnoki cím sorsa, ezek közül 5 olyan futamról, ahol egy ponton belüli különbséggel érkeztek a bajnoki élovasok, már láthatatok is a csatornán egy videót, és hamarosan érkezik egy olyan is, amin a legizgibb utolsó futamokat veszük sorra, de most ez nem lényeg, sajnos ezek a szezonok a mai listánkon labdába sem rúghatnak. 13 évben egy futammal a vége előtt hirdethettek bajnokot, és 17 alkalommal már két futammal a vége előtt. Hét olyan év volt, amikor az utolsó két futamon már nem kellett izgulni a bajnoki cím miatt, mert hárommal a szezon végelőtt már behúzták azt. Itt a végső összesítésben az egyenlőség miatt azokat rangsoroltam előrébb, akik előbb érték el ezt a sikert, így gyakorlatilag időrendben fordítva közelítjük meg a top 5-öt. 2020-ban és 2015-ben Hamilton, 2013-ban Fettel, 1971-ben és 69-ben Jackie Stewart, 1965-ben és 63-ban pedig Jim Clark. A top 5-be kerüléshez viszont ez a gyorsaság vajmi kevés volt, ugyanis oda már az kellett, hogy legalább négy futammal a vége előtt bajnok kell avassák a szezon legjobbját. Az ötödik helyezetünk Sebastian Fettel, aki 19 futamos 2011-es szezon 15. futamán lett bajnok. A negyedik Mihály Schumacher, ő a 18 futamos 2004-es év 14. futamán ért a szezon csúcsára. A harmadik szintén ő, amit 2001-ben ért el, ekkor egyébként 17 futam volt, és szintén négy jel a végelőtt húzta be szerencsére a címet, és nem a kéziféket. Az első két helyhez viszont még ennél is több kellett. 1992-ig kell visszatekerni a második helyért, Nigel Mansell 5 futammal a végelőtt nyerte meg az évet, ugyanis a 16 futamos szezon 11. versenye után lett bajnok. A toplista élén pedig ismét egy Schumacher foglal helyet, nem meglepő módon Mihály, ugyanis már Schumacher nem volt bajnok, 2002-ben ő is a szezon 11. futamán lett bajnok, de ebben az évben 17 verseny volt. A mai videónk talán legkorrektebb összehasonlító listáját hagytam a végére, itt ugyanis azt vesszük sorra, hogy a szezon hány százalékánál ért egy-egy versenyző a csúcsra. Ez gyakorlatilag minden korábbi hepe-hupát megpróbál kiegyenesíteni, aminek vagy az az eredménye, hogy nem lejt a pálya sem erre, vagy az, hogy mindenfelé lejt, ez igazából most tök mindegy. Ez a lista sok szempontból hasonlít az előzőre, nyilván itt is 30 olyan év van, ahol a szezon 100 százalékánál hirdethettek bajnokot, 90% fölött van további 13 év, 80 és 90 közötti 16 helyezettel is még elég messze járunk, és a top 6-ig úgy jutunk el, ha bekacsintunk 75% alá. Azért top 6, mert nyilván az 5. helyen holt verseny van, 72,7%-kal, így a 6. és az 5. helyzet is. Jackie Stewart, aki 69-ben és 71-ben a 11 futamos szezon 8. versenyén lett bajnok, úgy fest neki ez feküdt. A harmadik és negyedik helyen Jim Clark foglal helyet, kereken 70%-kal, ugyanis 63-ban és 65-ben a 10 versenyes szezon 7. versenyén avatták a címét. Az első és második helyen pedig nincs nagy meglepetés az előző lista után, ugyanis Menszel 68,8%-kal a második, a 92-es szezonban persze, még Sumi a 2002-essel első, amit az év 64,7%-ánál húzott be, mondjuk így belegondolni is durva, hogy a szezonnak már a két harmada előtt eldölt a bajnoki cím. És így a végére nézzük az összesítést három lista első tíz helyezetjének adtam a mostani Forma 1-es pontozás szerint pontokat, így az első 25, míg a tizedik egy pontot kapott. Ezek alapján 15 olyan szezon került fel a tabellára, ami legalább 1 pontot szerzett, ezeket valahol itt a cica környékén találjátok mellettem. A dobogó alsó fokára pedig Jim Clark 65-ös sikere került fel, 33 ponttal, a második 92 lett Menszellel és 40 pontjával, a győztes pedig 2002 és Schumacher 68 ponttal. Adjuk, ha a másik irányból közelítjük meg és kiveszük a képletből, hogy mennyit szépít az idő az emlékeken, itt inkább a vesztesekről kéne beszélni, akik nem mások, mint a nézők. Na mindegy. Így a videó végére érve nem tudom eldönteni, hogy miért is kötődöm ennyire a hülye statisztikákhoz, amikből, ha fogyasztanátok még két csokorra valót, akkor nézzétek meg a 2021-es és a 2020-as szezonokról szóló gyűjtésemet, de előbb nyomjatok egy lájkot, like feliratkozást, csengessétek meg a csengőt, aztán írjátok meg kommentbe, hogy ti melyik szezont néznétek legszívesebben újra, amíg nem indul az idei móka, aztán hétvégén ismét találkozunk. Bár a január egyelőre picit kacifántosan alakul, és nem mindig jön össze a szokásos hétvégi megjelenés, de azért törekszem arra, hogy visszatérek hamarosan a szombatokhoz. Ja, és a táblázatot, amit összegyűjtöttem a felkészülés során, kiraktam a forma1.hu-ra, ha bárki másnak is kedve lenne még zni vele egy kicsit, link a leírásban. Na, szevasztok! 11. lett Alberto Ascari 1953. augusztus 23-ai bajnoki cím. Elfogyott a levegő!